Hamarosan drágul a kenyér, várhatóan 15%-kal emelkedik a sütőipari termékek ára, előreláthatóan már február elejétől. Hiányzó munkaerő, kevesebb a munkaképes korú itthon, tavaly 40-50 ezerrel csökkent az aktív korúak száma. Felzárkóztatás. A felnőtt képzés és a munkavállalók átképzése is segíthet a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésében, hangzott el egy megyeházi konferencián. Hamarosan drágul a kenyér, várhatóan 15%-kal emelkedik a sütőipari termékek ára, előreláthatóan már február elejétől. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az áremelkedésről Lakatos Tibor, az egyik nyíregyházi pékség ügyvezető igazgatója tájékoztatta szerkesztőségünket. Az okok között van a januári kötelező minimálbér emelés, ami egy dolgozó esetében átlagosan több tízezer forintos többletköltséget is jelenthet. A sütőipar egyébként legutóbb 5 éve emelt árakat. Készül a kenyér ebben a pékségben, itt jelenleg 50-en dolgoznak. A sütőipart nagy mértékben érinti a január 1-én életbe lépett minimálbér, azon belül is a szakmunkás minimálbér emelése, ugyanis a dolgozók nagy része ebben az ágazatban szakmunkás. Egy 25%-os minimálemelés terheli a sütőipart. Hatványozottan jelentkezik a költségnövekedés a bér tekintetében, hiszen a sütőipar döntően éjszaka dolgozik, illetve délután, és ezért a megnövekedett minimálbérre lakódik rá ez a hétvégi, illetve az éjszakai munkavégzésnek a pótléka is. Tehát ez egy nagyon jelentős költségnövekedést a sütőipar számára. Dolgozónként januárban bennünket egy 32 ezer forintos többet költség érint. Az emelés mellett az 5%-os társadalombiztosítási járulékcsökkenés is emeli a munkáltató költségét. A több mint 1 milliós többlet kigazdálkodását itt nem leépítéssel, hanem áremeléssel oldják majd meg. Az, hogy mikortól és milyen mértékben növekednek a termékek árai, minden vállalkozás külön-külön határozza meg saját költségei és kiadásai alapján. A sütőipar egyébként legutóbb 5 éve emelt árakat. Az tény, hogy elindult egy folyamat, hiszen ezt a megnövekedett jelentős költséget nem lehet kigazdálkodni áremelés nélkül. Ez már egyes helyekkel már beindult a megyében és az országban is. Ennek a tényleges súlya február, úgy gondolom, hogy február közepén fog megjelenni, amit a vásárlók fognak érzékeltetni. De hozzáteszem, ez egy mintegy 10-15%-os emelkedés lesz mindössze, ami ha figyelembe vesszük az éves kenyérfogyasztás országos szinten, ez nem haladja meg az éves szinten a 3000 forintot. Egy kilogramm félbarna kenyér ára jelenleg 220-230 forint. Lakatos Tibor szerint a multinacionális láncok ettől olcsóbban, viszont nem a szakmának megfelelő minőségű kenyeret forgalmaznak, és ezzel próbálják a vásárlókat megfogni. A december 19-én megváltozott élelmiszerkönyv azonban fontos változásokat vezetett be a sütőipari termékek körében is. Így annak értelmében a rozsos kenyér 30%-ának rozslisztnek kell lenni. A rozs kenyér esetében ez az arány 60%. Erről pedig kötelező a kereskedőknek tájékoztatni a vásárlókat. Kevesebb a munkaképes korú itthon, tavaly 40-50 ezerrel csökkent az aktív korúak száma. A hazai munkaerő hiány részben ezzel is magyarázható, mondta a 35 perc című műsorunkban az ország egyik legnagyobb munkaerő közvetítő cégének szakembere. Kulcsár István szerint az ipari szektorban a nagyvállalatok bővíteni fognak, és a hiányzó munkaerőt, ha szükséges, külföldi vendégmunkásokkal pótolják. Csökkent 2016-ban a munkanélküliség mértéke, az aktív korúak körében a munkanélküliség 11,3%-ra apadt. A regisztrált álláskeresők száma tavaly először esett vissza 300 ezer fő alá. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 130 ezer fővel dolgoztak többen tavaly, mint az előző években. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 15-74 éves népesség 61%-a, ez 263 ezer főt jelent. Ennyien számítottak gazdaságilag aktívnak. Közülük 234 ezeren foglalkoztatottként, közel 30 ezeren pedig munkanélküliként voltak jelen a munkaerőpiacon. Az egy éve korábbihoz képest 9700 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben a munkanélkülieké és a gazdaságilag nem aktívaké csökkent. Így a megyei foglalkoztatási arány 54% fölé emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig 11,3%-ra csökkent.
A kedvező folyamatok ellenére a munkanélküliség iránta Szabolcs-Szatmár-Berekben több mint kétszeres a rekord alacsony országos átlagnak. Fogy a munkaképes lakosság, ennek demográfiai okai is vannak, kevesebb az aktív korú, ezért sincs munkaerőtartalék. Földrajzilag nagyon egyenlőtlen a munkaerő kínálat, Közép- és Nyugat-Dunántúlon körülbelül 40-40 ezer fő van a szabad munkaerőtáborban. Az Észak-Alföldi régióban és Észak-Kelet-Magyarországon 150-180 ezer ember állhatna munkába elméletben, de az álláskeresők között sok a szakképzetlen. Bizonyos szektorokban, mint az építőipar, fémipar, vendéglátás, óriási a munkaerőhiány. Az ipari cégek bővítenének, de már Észak-Kelet-Magyarországon sem találnak szakembert, nyilatkozta 35 perc című műsorunkban az ország egyik legnagyobb munkaerőközvetítő cégének szakembere. Elmondta, a cégek nagy része az utaztatással próbálkozik. Az utaztatás is csak rövid távon megoldás. Most már egyre inkább gondolkodnak munkásszállók építésében, minden nagyobb városban. Nyíregyházán ez még nem jellemző, inkább az utaztatás, a buszoztatás a jellemző. Nagyjából 50 kilométeres körzetből szállítják Nyíregyházára, vagy például Nyírbátor környékéből hasonlóan, környékére hasonlóan szállítják a munkavállalókat. Megunják, nem bírják hosszú távon, főleg a nagyobb távolságokról járók. A munkaerőpiac feszesedéséről beszélt a szakember. Most a legcélszerűbb megoldást, amit látunk a munkaerőhiány pótlására, az a külföldi vendégmunkások befogadása a szomszédos országokból, hiszen a magyar munkáltatók tárt karokkal várják a külföldi vendégmunkásokat. A probléma az, hogy a külföldi vendégmunkások ezt nem nagyon tudják, nem nagyon vannak tisztában ezekkel a lehetőségekkel, és ki kell menni, meg kell szólítani őket, be kell hozni. A hazai munkaerőpiacon jó szakképzésre és átképzésekre is szükség van, hiszen a versenyszférában minél magasabb képzettsége van valakinek, annál hamarabb jut munkához. A felnőtt képzés és a munkavállalók átképzése is segíthet a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésében, hangzott el egy megyeházi konferencián. A találkozón többek között önkormányzatok és cégek képviselői, civil szervezetek vezetői értekeztek. Szó esett az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program lehetőségeiről is. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, ez is segítheti a társadalmi felzárkózást, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a konferencia előtti tájékoztatón. Sesztek Oszkár hozzátette, ilyen fejlesztési törekvése a megyei önkormányzatnak is van. Települési önkormányzatokat jó értelemben megszervezve, humán kapacitással ellátva őket, olyan helyi fejlesztéseket tudjunk elindítani, amelyek képzések, átképzések, kompetenciafejlesztés révén olyan segítséget adnak a helyi településeknek, önkormányzatoknak, embereknek, akik még a közmunkában vannak, hogy át tudjanak lépni a munkaerőpiacra. Át tudnak lépni a valódi munkahelyek világába. Erre ad lehetőséget számunkra, illetve a megye valamennyi önkormányzat számára ez a bizonyos EFUP program, amelynek kedvezményezett egyébként települési önkormányzatok lehetnek. Ebben a megye önkormányzat szervezőként, közösségfejlesztőként vehet részt. A tájékoztató után konferenciát tartottak a megyeházán a rendezvényen, a szövetség a hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséért elnöke kiemelte, a felnőtt képzés és a munkavállalók átképzése is segíthet a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésében. A kormány egy 2015-ben záródó program keretében létrehozott országosan 17 felnőtt átképzési központot, ez egy innovációs és oktatási közösségi központ lett. Ezek a központok alapvetően az LH-s térségekben jöttek létre, a leghátrányosabb helyzetű kis térségeinkben, és mi azt gondoltuk, a térségben élő egyesületek, önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, hogy segítenünk kéne a kormány munkáját valamilyen módon, például úgy, hogy ismertetve velük egy hatékonyabb rendszer reményében azt, hogy milyen adottságaink vannak, milyen lehetőségeink vannak, milyen infrastruktúránk, humán erőforrásunk, ezzel támogatva a programoknak a hatékonyságát, annak a szervezését. A szövetség több mint 70 önkormányzatot fog össze, így tevékenységével mintegy 200 ezer állampolgárt ér el. A nyíregyházi konferencián résztvevők célja, hogy a szövetség bővüljön és erősödjön a társadalmi szereplők együttműködése annak érdekében, hogy fejlődjenek a térségbeli hátrányos helyzetű területek is. Nagyobb figyelmet kellene fordítania a kormánynak a rászorulókra, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke.
Veres János a Szocialista Párt által szervezett ételosztás kapcsán arról beszélt, azt tapasztalják, hogy az elmúlt években nőtt az országban a szegénységben élők száma. Sok rászoruló ember van ebben a városban is, akik nem jutnak meleg ételhez, vagy nem rendszeresen jutnak meleg ételhez, és nekik bizony nagyon jó volt az, hogy akkor szombaton itt a Szocialista Pártnál meleg töltött káposztát ettek. A másik tapasztalat az volt, hogy miközben a Nemzeti Bankban személyenként 600 000 forintos évvégi jutalmat osztottak Magyarországon, eközben az alacsony jövedelemmel rendelkezők semmiféle gondoskodást nem kapnak a kormányzattól, azaz Magyarországon a kettészakadás az folytatódott és erősödött az elmúlt időszakban, és igenis szükség lenne arra, hogy a költségvetés figyeljen oda azokra is, akiknek alacsony a jövedelme, és nem annyira jó anyagi körülmények között élnek. Műszaki hibás autó, busz és pótkocsis teherautó közé szorult egy személyautó ma délelőtt Nyíregyházán a Bethlen Gábor utcán. Az autó sofőrje úgy gondolta, még elfér a két jármű között, ám végül beszorult az autó és a benne ülő mindkét személy. Csak a hátsó ajtón tudtak kiszállni, a járművet tűzoltók szabadították ki. Három nyertes pályázaton több mint 122 millió forintot nyert el a kormány által tavaly év végén meghirdetett kórházkonszolidációs kiíráson a Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház. Arról, hogy az intézmény mire költi a támogatást, hamarosan szólunk. Előtte nézzük a híradó további témáit. A törökországi edzőtáborozást követően ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartakusz. Weber György vezetőedző valamennyi játékosára számíthat, sérült nincs a keretben. A Spari szombaton az örökösföldi pályán a Hajdúböszörmény ellen játssza első felkészülési mérkőzését. Hazai pályán szenvedett vereséget a listavezető BKG Prima Ese csapatától a Szentsenyikse együttese. A férfi kosárlabda ND2 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 91-60-ra győztek a nyíregyháziak ellen, akik pénteken a Deacot fogadják. Három nyertes pályázaton több mint 122 millió forintot nyert el a kormány által tavaly év végén meghirdetett kórházkonszolidációs kiíráson a Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház. A támogatási összeget az intézmény konyhájának rekonstrukciójára, energiatakarékos lámparendszerek kiépítésére és takarítógépek beszerzésére használják fel. Így néz ki jelenleg a Kisvárdai Kórház konyhája, ahol a betegek étkezéséről gondoskodnak. A konyha utoljára 1998-ban esett át egy részleges felújításon, azóta itt nem történt semmilyen fejlesztés, így a berendezések és a főzőüstök elhasználódtak, műszaki állapotuk nagyon leromlott. Az elnyert támogatási összeg nagyobb részét a konyha padozatának és a szigetelésének cseréjére, valamint új konyha technológiai eszközök beszerzésére fordítják. Összességében 122 millió forintot nyertünk el ezen a pályázati lehetőségen, ebből 102 millió forint volt a konyhafelújításunknak a része, amely konyhatechnológiai eszközök beszerzését jelenti. Saját forrásból még teszünk hozzá majd a kubatúrának a felújítására, 10 millió forintot fordítunk takarítógépeknek a beszerzésére, és ledes lámparendszert vásárolunk szintén 10 millió forint értékben. A lámparendszer kiépítése már elkezdődött, az 5 takarítógép hamarosan megérkezik, a konyha felújítása közbeszerzési eljárások lezárása után pedig május végén zárulhat le. A főigazgató hangsúlyozta, a fejlesztések folytatódnak a kórházban, amihez jó alapot teremt a gazdasági helyzet, ugyanis lejárt szállítói tartozása nincs a kórháznak. Lépünk tovább. Az elmúlt évben az összes szakmától bekértem, hogy milyen igények merültek föl. Ez alapján egy fejlesztési terv készült, már részben készen van, és így fogunk tovább menni mind a műszerbeszerzésben, mind az oktatásfejlesztésekben, mind az épületeknek a felújításában. Remélhetőleg az energetika terén már nem sokára fog realizálódni egy pályázati szerződésünk, és utána pedig a többi rész, például a laboreszközöknek a beszerzését tervezzük majd. A főigazgató hozzátette, az intézmény tovább tartja magát az elmúlt években is jellemző szigorú gazdálkodásához, a fejlesztésekkel pedig igyekszik emelni a betegellátás színvonalát. A törökországi edzőtáborozást követően ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartakusz. Weber György vezetőedző valamennyi játékosára számíthat, sérült nincs a keretben. A Spari szombaton az örökösföldi pályán a Hajdúböszörmény ellen játssza első felkészülési mérkőzését.
Kalandosan kezdődött, de jól végződött a Nyíregyháza Spartacus törökországi túrája. A csapat az Isztambulra zúduló havazás miatt csak egy nap késéssel tudott elutazni, Belekben viszont már tökéletes körülmények várták a játékosokat. A hazaérkezést követően Weber György már az itthoni minuszokban tartja a tréningeket a futballistáknak. A szakember szerint minden szempontból hasznos volt a külföldi edzőtábor. Minden tervezett munkát el tudtunk végezni maximálisan. Nagyon nagy pozitívumok voltak, ugye ideális körülmények, és a csapat minden egyes tagja az elsőt az utolsó percig 100%-osan végrehajtotta az edzést, tehát egyetlen egy percet senki semmilyen sérülés vagy egyéb ok miatt nem hagyott ki. Ez szenzációs, mert gyakorlatilag egyforma erőállapotban leszünk, és reményeim szerint nagyon jóba. Most visszacsöppenve pedig, hát hál' Istennek azért a műfű adta lehetőségeket ki tudjuk használni, úgyhogy itteni körülményekhez képest ideális ez a terep, úgyhogy remélem nem lesz, amíg visszautazunk havazás, mert ma is el tudtuk végezni maximálisan a tervezett munkát. Az ősszel sérüléssel bajlódó Máté Péter is teljes intenzitású munkát végez. A védő szerint lassan teljesen utoléri magát. Én azt mondom, hogy közel 100%-os állapotban vagyok. Persze most ezt végül a felkészülés közepén nem lehet kijelenteni, de jó irányba haladok, úgyhogy tavasszal remélem egy nagyon jó Máté Pétert fognak látni. A Spari szombaton az örökösföldi műfüves pályán a Hajdúböszörmény ellen játsza idei első felkészülési mérkőzését. Fél időt fog játszani két teljes sor, de ezen belül már nincs appelláta, amivel gyakoroltunk már rengeteget bizonyos védekezésbeli dolgokat, tehát az azonnali visszatámadást és tényleg a nagyon feltolt védekezést az ellenfél tél felén elkezdve. Ezt már az első mérkőzéstől számon fogom kérni, és hát lépésről lépésre fogunk haladni. Nyilván majd jönnek a támadásvezetések, jönnek a pontrugások, de erre még rengeteg időnk van, úgyhogy most az első három mérkőzésnek az a célja, hogy mérkőzésterhelést kapjunk. A Nyíregyháza Spartacus a jövő héten a Vasas és a Kazincbarcika ellen lép pályára, majd ismét Törökországba utazik a csapat, ahol 4 nemzetközi felkészülési meccset játszik majd Weber György együttese. Hazai pályán szenvedett vereséget a listavezető BKG Prima Ese csapatától a Szentsenyik se együttese. A férfi kosárlabda NB2 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 91-60-ra győztek a nyíregyháziak ellen, akik pénteken a Deacot fogadják. Több szempontból is rendhagyó volt a Szentsenyikse BKG Prima Ese mérkőzés. Egyrészt a Sziget-Szentmiklósi színekben szereplő vendégcsapatot a tavaly még NB1-bés Debrecen játékosai alkották, másrészt a hazaiak kispadján egy diákolimpiai torna miatt igazoltan távol lévő Kovács Tibor helyett az egyesület elnöke foglalt helyet. A papírforma a vendégek mellett szólt, akik 10 ponttal meg is nyerték az első negyedet. A második 10 perc már szorosabb volt, sőt a folytatásban felzárkóztak a nyíregyháziak, de a mérkőzés végére kijött a két csapat közötti különbség. Végül 31 ponttal nyert a BKG Prima Ese, de a hazaiaknak sem kellett szégyenkezniük a teljesítményük miatt. Mindig ott ülök a kispadon a csapat mellett, és nyilván látom, hogy mit játszanak, hogy játszanak, ki mire képes. Ezt úgy meg tudom ítélni. Aktív a figuráknak a forgatása, használata, az azért még nem megy annyira. Bár azt gondolom, hogy nagyon szépen feljöttünk 5 pontra is a második félidő elején, a harmadik negyedben. De sajnos utána volt egy rövid zárlat, illetve taktikát változtatott az ellenfél is, és nagyon nehéz volt, illetve nagyon tartalékosan álltunk fel. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 7-8 emberrel kellett forgatnom most a mérkőzést, és ez így látszott is, és érezhető volt, hogy a végére elfáradtak. Úgyhogy a dicséret megilleti a fiúkat, mert végig kitartottak, ameddig az energiájukból tellett. Ez egy nagyon erős csapat volt. A nyíregyháziak csapatkapitánya Horváth Bence is elégedett volt a listavezető ellen mutatott játékukkal. Az odavágóhoz viszonyítva már egy sokkal komolyabb ellenállásba ütközött az ellenfél, úgy gondolom a részünkről. Valami hasonlóra számítok a jövőben is. Ez egy nagyon-nagyon jó csapat, nagyon sokat edzenek, ez kifizetődő játék lesz a jövőben. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a BKG Prima Ese vezeti 12 győzelemmel és egy vereséggel a 8-1-es mutatóval rendelkező Deac előtt. Az 5 győzelemmel és 6 vereséggel 7. helyen álló Szentsenyikse pénteken a Deacot fogadja a Bánki csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Hamarosan drágul a kenyér, várhatóan 15%-kal emelkedik a sütőipari termékek ára, előre láthatóan már február elejétől. Az áremelkedésről Lakatos Tibor, az egyik nyíregyházi pékség ügyvezető igazgatója tájékoztatta szerkesztőségünket. Az okok között van a januári kötelező minimálbér emelés, ami egy dolgozó esetében átlagosan több 10 000 forintos többletköltséget is jelenthet. Kevesebb a munkaképes korú itthon, tavaly 40-50 000-rel csökkent az aktív korúak száma. A hazai munkaerő hiány részben ezzel is magyarázható, mondta 35 perc című műsorunkban az ország egyik legnagyobb munkaerőközvetítő cégének szakembere. Kulcsár István szerint az ipari szektorban a nagyvállalatok bővíteni fognak, és a hiányzó munkaerőt, ha szükséges, külföldi vendégmunkásokkal pótolják. A felnőtt képzés és a munkavállalók átképzése is segíthet a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésében, hangzott el egy megyeházi konferencián. A találkozón többek között önkormányzatok és cégek képviselői, civil szervezetek vezetői értekeztek. Szó esett az emberi erőforrás fejlesztési operatív program lehetőségeiről is. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 19-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák a kölcseitv.hu-t. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, a Kárpát-medence időjárását péntek estig anticiklon alakítja, északon általában napos, délen változóan felhős lesz az idő, majd estétől egyre több helyen, térségünkben is alakulhat ki köd. Az éjjel túlnyomóan derült idő várható, párás lesz a levegő, hajnalra zúzmarás köd is képződhet, a ködös területeken kisebb hószálingózás előfordulhat. Az északi majd a változó irányú szél mérsékelt marad, reggelre általában -22 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé párás ködös idő várható, zúzmarára is számítani lehet, kisebb hószálingózás előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra -8 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban fagyos szürke időre van kilátás, a legtöbb helyen borult, tartósan ködös idő várható, helyenként hószálingózással, ónos szitálással, a hőmérséklet napközben általában -4 és -12 fok között alakulhat.